Sziasztok! Megyek be Nyíregyházára, és közben elmesélem a házunk történetét. Na most új becsatlakozóknak mondanám, hogy minden videóm alatt találtok egy videótartalmat, így tekerhettek oda, ami benneteket kifejezetten érdekel a házzal kapcsolatban. Korábban egyébként nagyjából 2 évvel ezelőtt tettem már fel a házunkról videót, ugye, hogy milyen problémákkal kellett szembesülnünk az építés, vagy hát jobban mondom a felújítás alatt, és milyen megoldásokat találtunk ki erre, illetve minden videómat megtaláljátok rendszerezve ugye a weboldalamon. Kezdjünk bele a mai részbe! A házunkat 2019-ben vásároltuk, mai szemmel nézve röhelyesen olcsón 13,5 millió forintért. Na most érdekesség, hogy 2022-ben például Nyíregyházán egy 50 négyzetméteres társasházi lakást, amit építettek 40 évvel ezelőtt, kerül 20-22 millió forintba, már ha egyáltalán hozzá tudsz jutni, és azt még fel kell újítani, tehát ilyen árak mocorognak mondjuk Nyíregyházán, hát Pestre bele sem merek gondolni, hogy milyen árak vannak. Úgyhogy a házárak igencsak elszálltak. Mi annó Nyíregyházán szerettünk volna házat venni, főleg Sóstóhegyen, illetve nézegettük itt ezt a környéket, itt most Nyírszőlős környékén vagyunk. Viszont amit találtunk, 35 millió forint volt a keretünk. Ebben az árkategóriában olyat találtunk csak, amire kellett volna költeni még egy 10 millió forintot, és úgy voltunk vele akkor, hogy nem mennénk bele. Joggal merül fel benned a kérdés, hogyha már ennyit költöttünk egy házra, ami mindjárt elmondok mennyi, miért nem építettünk egyet, miért nem építkeztünk? Hát az első ok ugye az, hogy akkoriban még sokkal többet kamionoztam, sokkal többet volt a múlton, és mégis ki fogja felügyelni a munkálatokat, hogy az az anyag ténylegesen belekerül-e. Ha felmerülnek problémák, mert hidd el, hogy felmerülnek problémák, ez aztán tényleg beigazolódott rengetegszer, akkor ki fogja ezeket majd megválaszolni, hogy helyben álljon le a munka, mert én éppen úton vagyok, vagy videótelefonálásban hozzak meg milliós döntéseket. Nem lehet. Tehát így ezt a formáját elengedtük, de tény és való, hogy szívem szerint inkább építkeztem volna. Na most így belekezdtünk ennek a háznak a felújításába. Hát, hogy a 35 millió forintból én úgy gondoltam, hogy meg fog állni, nem állt meg. Felkanyarodtunk egyébként egészen az 50 millió forint felé. Köszönhető, ugye bejött a Covid, elszálltak mind a munkabérek, mind az építőanyagárak, jött egy háború, és mi még azt mondom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk így a végén, mert olyan brutális áremelkedések vannak, hogy én nem tudom, aki ma belekezd, az nagyon kösse fel a gatyáját, mert egyszerűen nem tudsz tervezni. Napi árazás van például a betonnál, a vasnál, már ha egyáltalán hozzájutsz, a faanyagok ára szerintem továbbra is dupla annyiért megy, mint 3 évvel ezelőtt. Hát iszonyat elmentek az árak, és nem tudom egyébként hova tartunk, de eszméletlen. És egyszerűen munkaerő is alig van, hát aki van, vagy igen, mondasz neki rá, vagy keresgélsz, ki fog derülni például, hogyan lett az, hogy a 13 méteres kerítésünkre kaptunk árajánlatot, 3 millió forint, hát köpni nyelni nem tudtam, hanem elküldtem a orvanyába az embert, még a végén 400 ezer forintért csináltattuk meg, tehát ha nem jársz körbe, nem nézed meg, egyszerűen belecsömölsz, és sajnos egyébként egy picit úgy érzem, hogy rámentem erre a 3 évre, a vége már 125 kiló súlyom lett, a stressz az este az, hogy a piához nyúlsz, mert egyszerűen már csak borral tudod enyhíteni ezt a rengeteg stresszt, a felmerülő problémákat. Az, hogy egyik nap megálmodott kerül valami 500 ezer forintba, másnap abból lesz 1,5 millió, egyszerűen nem bírtad követni, nem bírtál eleget dolgozni. Munkahelyből mentem a munkahelyre, és abból mentem a másik munkahelyre, és joggal merültek fel a kérdés, hogy hova a francba hajtasz, mert én erre nem akartam beszélni. Úgy gondoltam, ezt magamba rendezem, senkit nem érdekel már az, hogy te már lassan szétfolysz, olyan dagat vagy, mert ez az én problémám volt, én valahol ezt így belül próbálom leküzdeni, de el akarom nektek mesélni, hogy aki belekezd, inkább erre készüljön, mert elég komolyan meg tudsz benne csömölni, és remélhetőleg túl fogod élni, mert nem egyszerű szerintem ma egy építkezés. Nézzük meg az előtte-utána fotókat, én legalábbis személy szerint nagyon-nagyon szeretem azt, hogy egy ember elér valamit, és sokan nem akarják észrevenni, hogy hogyan jutott el odáig, csak azt látja, hogy mert neked de szép, mert neked te ezüstkanállal a seggedbe születtél, persze, mint általában mindenki, aki elér valamit. Nagyon nem volt egyszerű, de hát nézzétek meg, hogy honnan indultunk és hova jutottunk.
három év alatt nem volt egy kis menet, és tényleg annyiszor megkaptam ezt a kérdést, hogy te Laci, lassíts, nyugi, ó, holnap is nap. Én nem így látom. Én egyáltalán nem így éreztem, és sajnos nekem lett igazam, hogy nem lehetett tudni már, hogy milyen árak jönnek. Úgy éreztem, hogy most a biztos még ezt kibírom fizetni, és itt a végére tényleg egyszerűen belefáradtunk. Tehát olyan szinten, hogy bizonyos dolgokat el is engedtünk. Na de kezdjük a szépen sorba. Ugye 2019-ben megvettük a házat, 2020-ra beköltöztünk. A belsőre egyébként, ha jól emlékszem, 15 millió forintot pocsoltunk rá. Nagyon sok volt ott is az átépítésben, ott is egy picit már a bontásoktól megcsömöltünk. És még a konyhát kellett volna átépíteni, amit majd egy olyan két év múlva teljesen át akarok építetni. Illetve ugye a felső, a tetőtér lesz még megbolygatva. Van egy például egy kis beugró erkély, azt szeretném lezáratni ablakkal, tehát semmi értelme mondjuk az emeleten egy erkély, meg soha nem megyünk ki, akkor az is inkább legyen a szobának a része. Tehát kezdtünk azzal a hátsó részen, a külső munkálatokat megkezdve, hogy kerítést szerettünk volna építetni. Így én nem. A betonkerítés mellett döntöttem. Miért? Szóba kerültek például ilyen, akár ilyen normál kerítés, és akkor feltenni például nádfalat, vagy vannak ilyen panelek. Tényleg sok mindent megnéztem, de azt láttam, hogy mindegyikkel foglalkozni kell. A beton egy olyan időtálló lenne, ugye vannak ezek a mintások, amit mi is választottunk. Első körben úgy gondoltam, hogy én ezt le fogom festeni, és akkor tényleg szép egy ilyen barna kerítés. Végül ezt elvetettem, ezt az ötletet, mondván, hogyha beültetem fákkal, akkor mögötte hogy fogom festeni? Sehogy jó eséllyel, vagy össze fogok ott mázgálni mindent, illetve az megint csak időközönként elég sok pénz, úgyhogy inkább legyen egy zöld fallal beborítva. Azért gondoltam teljesen zárt falra, mert bármennyire is gondolnád, hogy én nyitottan élem az életem, persze beengedlek benneteket a kamionhoz, megmutatom a kertet, de ugyanakkor, ha én kimegyek a kertembe reggelente, például én kimegyek alsó gatyába, és én egy kávéval a kezembe. És nem szeretnék, hogyha épp a szomszédom így felnéz és rám vigyorog. Én nem akarom. Én ettől azért zárkózottabb vagyok, egy ipari parkban lezuhanyzok, de a saját kertemben legyen már egy kis privát rész. Egyik oldalról bokor, másik oldalról ez a betonfal van. Valakinek temetős feelinget kölcsönöz, nekem egyáltalán nem. Tehát meg kellett tisztítani a területet, és rengeteg borostyám volt, úgyhogy nézzétek meg, hogy ez hogyan sikerült. Egyszer innen ezt a palát majd elviszem a szeméttelepre, ezt veszélyes hulladékként le kell adni, tehát nem lomolunk itt vele. Azt kell megcsináljam, hogy csak ez a sóder kupac maradjon itt. Ezt el kell vigyem a mélytelepbe, ott a drótkerítéssel egyetemben. Az a pala majd nagyobb adag, az később. Ezeket a borostyánokat én nem vagyok híve ennek az égetésnek, füstölésnek, trógerkodásnak, tehát ezt innen el kell konténerbe pakoljam. Azt is konténerbe pakoljuk. Na nézzük, mi van még itt. Innen ki lett bontva ugye a borostyán, ugye ide szépen lesz végépítve a beton kerítés. Na most ugye én két céget találtam akkoriban így Magyarországon, akiknek ugye elég jó volt az értékelése. Hát a közelebbit választottam, úgyhogy én a BetonX-et választottam, és másfél nap alatt megcsinálták a kerítést. Tehát úgy, hogy nekünk kellett előkészíteni az alapot, meg kellett tisztítani, és ők hordták előről hátra így a kerítéselemeket. Egyiket egy forgózsámolyos kamion hozta ki, bedarúzták az elemeket, és onnan a srácok meg se álltak. Úgy kellett rájuk szóljak, hogy srácok, hozok neki forró teát, hát álljatok már meg egy picit, nem? Dolgozni kell. Hát mondom, ez nem igaz. Egyébként itt helyben aludtak, én szereztem nekik szállást, persze ezt ugye ők fizették, úgyhogy mondták, nem kell semmi extra, legyen egy alappanzió, meg tudják húzni magukat, és dolgoztak. Ezt úgy csinálták, hogy beállítottak egy oszlopot, a másikat csak betették, és mindig megnyitották, betették az elemeket, és rázárták. Van, ahol úgy csinálják, hogy darúval egyszerűen beemelik ugye felülről az elemeket, és szerintem nagyon fontos az, hogy fugázzátok ki, vagy valami szilikonnal tömítsétek le ott a sínban ezeket az elemeket, mert egyébként a szél nagyon tudja mozgatni. Eltörni nem fog, csak hát ilyen beton hangot ad ki. Ilyen panel hangot, és
eléggé zavaró, főleg a kiindulsz, meg hangos is. Bár be a lakásba egyébként ezt nem hallod. Na hát meglett a kerítés, és ugye ki kellett vágjuk a fákat. Én tájuljuk itt meg egy kicsit hosszabb monológra, hogy miért gondoltam úgy, hogy ki kell vágni a fákat. Most először is nem neked, nem a szomszédomnak, és nem is annak, akinek, akitől megvettem a házat, építem a kertemet, hanem magamnak. Tehát olyan kertet építek, ami nekem személy szerint tetszik. Imádom a zöldet, imádom a fákat, de nem azokat, amit mondjuk éppen te szeretsz, hanem azokat, amiket én szeretek. Volt 8 darab szilvafa a kertben, rettenetesen tetvesek voltak, és nem szeretem a szilvát. Tudom, pálinkafa, én ezt elhiszem, főleg Szabolcsban lehet azt mondod, hogy vétek kivágni egy szilvafát, még egyszer mondom, nem neked építem a kertemet, nem neked szeretnék tetszelegni, hanem az, hogy én kimegyek a kertbe és magamnak tetszedjen. Az összes többi pedig nem érdekel. Tehát innentől kezdve a szilvafáknak mennie kellett, ezek ki lettek vágva. A barackokba egyszerűen rettenetesen idegesített az, hogy olyan érzésem volt, mintha lelettek volna, ó, tedd le ide, tedd le oda, Bandi, tegyél még oda is egyet. Na most én nem így dolgozok, és én nem így építek, én tervszerűen élem az életemet, és precízen vonalat húzok ki, és mindennek meglegyen a helye. Így lényegében ugye mentek a barackok is, a hátsó bokor rész pedig át lett ültetve, szerencsére megmaradtak, úgyhogy ugye fagyal bokor található bal oldalon, és itt újra kellett teljesen gondolni a kertet. Na most én úgy gondoltam, hogy le fogom füvesíteni, és természetesen szeretném a díszfákat vegyíteni a gyümölcsfákkal. Viszont, hála jó Istennek, ma már ugye trendi például oszlopos gyümölcsfákat venni, vagy termeszteni. Ha gyakran jársz mondjuk Friedrichshafen környékén, akkor találkozhatsz rengeteg ilyen oszlopos gyümölcsössel, ugye ott a Bódani tó partján, és istentelen mennyiségű, például almát ugye termelnek ott. Ugye almafát találsz ott, ide pedig beugrunk, ugyanis a faházhoz nekem kell zöld fal, egy zöld falért beugrottunk ide, és mindjárt innen folytatjuk. Tehát ott tartottunk, hogy annak most már ugye ezek az oszlopos gyümölcsfák. Így én úgy alakítottam ki először is a kertet, mintha festenél, tehát úgy próbáld elképzelni magad előtt a kertet. Na, jön még valaki? Van még valaki? Nincs. Mert úgy gondolom ez is lényegében olyan, mint egy vászon, hogy festel rá. Én koros fákat választottam. Pontosan azért, hogy ha ki is vágsz valamit, ne 10 év múlva nőjenek meg ezek a fák, hanem lehetőség szerint már holnap tudjam ezeket élvezni. Hát persze ugye ez eléggé zsebbenyúlós. Nagyjából azért ilyen 1,5 millió forint ment el nekünk a növényekre. Hát nem kevés. Nem kevés, viszont ahhoz képest, hogy 10 évig, 20 évig, akármeddig élvezel egy ilyen kertet, szerintem nem is sok. Tehát én hátra lejlandi ciprust tettem, a Gold Rider, nekem nagyon tetszik ez az aranysárga széle. Ez egyébként az egyik legdrágább lejlandi, és az egyik leglassabban növő, mert éves szinten az ilyen 30 centit nő csak. Úgyhogy neki természetesen ugye csepegtetőrendszer lett kihúzva, és ugye ez volt lényegében a háttér. Ez a zöld és ez az aranysárga. Ez elé ültettünk ide cserjéket, van itt például ugye babérmegy, van akkor ilyen red robin, majd ugye előtte ugye maga a zöld terület, ide majd még fognak jönni fák, de egyenlőre elég volt ennyi, viszont ide fel egy sorba betettem a gyümölcsöket, természetesen ugye csepegtető rendszerrel. Itt található egy törpe szilvafa, ilyen sárga szilvafa, aztán áfonya, természetesen ültetőgödröt ástam neki, bele ugye a geotextília, savanyú föld, és akkor úgy jött bele az áfonya, utána van törpealma, aztán 2 mána, ezt Ausztriából hoztam, aztán megint egy törpealma, utána szeder, aztán van itt még törpekör, tehát ezeket úgy kellett vadászni, illetve próbáltunk ugye olyan gyümölcsöket beletenni, amit szeretünk, tehát mondjuk ne szilvával legyen tömve, ha azt nem szeretjük, de legyenek bogyós gyümölcsök. Így a másik oldalra ugye közmétét, vagy valaki egresnek hívja, van benne 2 féle, aztán van fügefánk, törpe, megyfa, hátul ugye a 2 cseresznyefa, elől a birsalma, illetve a körte. Tehát én így gondolom, hogy van minden. Középre pedig betettünk mind a kert ékének egy amerikai ámbrafát, majd hátra még meglátjuk, hogy vagy
a tulipánfa, nem liliumfa, tulipánfa, ugye ezt a kettőt szokták keverni, vagy pedig gondolkoztunk ilyen, hogy törpeszil, vagy hát szerettem volna hátra is egy ginkót, az elő található, egy ilyen szép oszlopos sárgafa. Szóval itt a hátsó részen majd még kell egy picit dolgozni, de egyenlőre így megálltunk. És ugye kellett ide öntözőrendszert csináltatnom, amit ugye géppel kiástak, és utána pedig betették magát ugye a csöveket, és lényegében ugye öntözőrendszerrel megy a csepegtetéstől kezdve a fűnek a locsolása, amit egyébként még láttok, mielőtt azt mondanád, hogy ki van kopva, vagy nem valami fasza, hát kérlek szépen azért egy hetes füvet láttok, ahhoz képest szerintem teljesen jó, és dupla vetés, ugye azért is, hogyha vannak olyan területek, ahol kihalt volna a fű, vagy elmosta volna az eső, mert elég nagy a lejtése ennek a kertnek, így akkor is ugye jó esélye kijöjjön mindenhol, de még nem volt az az igazi 20 fok, tehát most is 12 fok van, csapadék van, kapja ugye az öntözőrendszertől is a vizet, de még az az igazi 20 fok, ami úgy kihúzná a füvet, még nincsen meg. Na most a fűnyírás felmerül benne, hogy ki fogja nyírni a füvet, na ez megint egy érdekes döntés volt, hogy milyen fűnyírót vásároljunk, szóba kerülünk, itt rendesen egy kis kormányos, a feleségem, hogy élvezné, hát ugye kamionos feleségnek sem mindig olyan egyszerű lenni, mert olykor meg kell ezeket is oldani. Végül én akkumulátoros fűnyírót vásároltam egyébként a HEC-től, mert ugye vannak már nagyon jó benzinesek, viszont ugye önindítós, ne kelljen egy nőnek is ugye beráncigálni, van önjárós, de egyszer, amikor forgattam, azt éreztem, hogy az a plusz kiló, azzal csak nehezebb ugye forogni, mint egy akkumulátorossal, úgyhogy lényegében akkumulátoros vásároltam, 5 amperórás, és ugye az 65 percig bírja, semmiképp nem elektromos, tehát nem kábelezünk, nem húzgáljuk ott a kábelt, az egy kis kertbe az elmegy, de ilyen nagy kertbe már nem. Na és hát elérkeztünk a felső részhez, nem máshoz, mint a magas ágyásokhoz. Na hát ez, és sokan azért nincsenek vele tisztában, hogy miért jó egy magas ágyás, elveted a kertbe, és akkor csinálod. Hát igen, elveted a kertben. Kérlek szépen, akkor ezt is most nézzetek meg erről egy rövid összefoglalást, hogy elveted a kertben. Hiszed vagy nem, ez 3 hete. Itthon szakadt az eső végig, most is sáros. Figyeljétek a cukkiniket. Hát, ugye a beletett munka. Na látjátok, ezért lesz az egész lefüvesítve. Hát a saláta szerintem az már megöregedett. Azért rendbe hozzuk. Hű, hallod, mi meló van itt. Na mindegy, haladjunk szépen sorban, nézegessünk. Paradicsomok, hallod, hát ezt is ugye le kell kacsolni. Még ki van kötözve, de így az alsó szárakat le kell tördelni. Karalábék is szépen alakulnak. Itt ugye paprika. A pálesznek való szilva is alakul. Van, de azért potyogott le, úgy látom a földre, de van rajta. Hát az eper, azon is van egy kicsi. Viszont cseresznyénk az baromi sok van. És nagyon szép. Nem tetves. Íme. Csodaszép. Jó, drága a boltba. Igyen, kiállok az utcába árulni. Ide is ültettem, kérlek szépen. Itt van uborka, ide került snidling, hát el nem nyomta a gaz. Jajajaj. Hát az elveted a kertben, ez azt jelenti, hogy ha esik az eső, nem tudsz kimenni, dagonyázol a sárban, hajbókolsz, hát főleg nekem, akinek ugye fájós a dereka, ez aztán milyen jó. És szerintem emberek el tudnak rontani egy apró, csak egy nagyon apró, alapvető apróságot. A jelennek élnek. Elfelejtkezel azzal, hogy leszel öreg is. És ha leszel öreg, ne adja Isten, de tolószékbe fogsz kerülni, ki a jóbidős franc fog ezt csinálni? Ja, senki. Onnantól kezdve sóhajtozó, hogy hát igen. De jó volt, amikor annó kint tudtam bóklászni és kertészkedni, hát ma már nem tudok. De sajnos nem tudhatjuk, hogy mikor melyikünk robban le úgy, vagy nem bírja, és sajnos lehet, hogy tolószékbe fog kerülni. Ez olyan, mint a belső fürdőkert kialakítása. Fiatalon megcsinálod faszául a házadat, és belecsobban szinte ugye a sarokkádba, ú, de fasza, majd amikor 65 éves vagy, akkor meg úgy kell beemelni a lábadat, hogy jaj, néha beszélgetni kell öregekkel is egyébként, csak elmondják ők, hogy mi a problémájuk, ugye amikor 70 évesen már úgy kell neki belemászni, esetleg majd hanyat vágja magát, eltörik a lába,
mit nem adna egy olyan zuhanykabinér, ami ugye nekünk dupla van, tehát hogy van egy nagy fürdőkád, plusz egy akadálymentes zuhanyzó is. Nem ilyen célral épült, de amikor elmondták az öregek, akik ide látogattak hozzánk, hogy jaj, mit nem adnának egy ilyen zuhanyzóért, hát akkor felcsillant, hogy tényleg, nem mondanak hülyeséget ezek az öregek. Ugye, mert még akár tolószékkel is be tudsz gurulni, bizony. Tehát gondoljunk a jövőre is, tehát magas ágyás. Először is egy 80 centire gondoltam, mert nem kell lehajolni. Na, egy pillanat rájön meg és imitálom nektek a lényeget. Tehát ide jössz, és ugye ezt úgy mértem be, hogy nyújtott lábbal szépen le se kell hajolni, és ide jössz és ennyit fogsz megcsinálni. Tehát kényelmesen le tudsz gyomlálni. Ugye a föld pedig nagyon laza, nézd. Tehát ilyen. Ugye? Nem kell kapálni, mit kapáljak? Hidd el nekem, nyűg, amikor le kell hajolni. A másik, hogy nem kell kapálni. Hát olyan laza a szerkezet, hogy ha van is benne egy kis gyom, akkor fogod és kihúzgálod. Annyi baj legyen, grillezés közben kiszaladsz és kihúzgálod. Baromi jó. Nem mellékesen, hát igen, sajnos, hogyha tolószékbe kerülnél, is tudod élvezni ugyanúgy a kertészkedést. Meg hát nekem ez volt az álmom, hogy ne kell legyen kumicsizbába menni, mert akkor tiszta sára talpad, biztos, hogy a térkövet össze-vissza sarazod, és nem azért építettem. A másik a macska, amikor összemászkál, összeugrálja a falat, hát várjál, most kell mosni. Hát tiszta sára az egész fal. Ugye, tehát ezekre nem gondolnak az emberek, és utána azt mondja, hogy hát, hogy néz az ki? Hát, szerintem tökéletesen praktikus, úgyhogy szerintem nagyon jó. Hát úgy csináltuk meg, hogy alul geotextília van. Ugye én a Csempés kertnél vásároltam ugye ezeket Nyíregyházán. Balázsékkal egyébként korábban találkoztatok már a csatornán, tehát nem új keletű. Bemutattuk annó Balázs nagy foterjának ugye az autóit. Nem lett egy olyan nagy sikerű videó, nem is nézték meg olyan túlzottan sokan, de az a lényeg, hogy egy nagyon szép autógyűjteménye van a nagy foternak. Úgyhogy én lényegében tőlük hoztam szinte minden burkolóanyagtól kezdve, kültéri részt, és velük még azért fogtok majd találkozni, így például grillezések folyamán is. Tehát letettük ugye a geotextíliát, és rájött dolomitok kavics. Már megkérdeztem, hogy ez tényleg dolomitok? Nem, ez csak a neve. Nekem nagyon megtetszett ez a kavics. Bár van, aki azt mondta, hogy jó, majd ki fog gazosodni, vagy a szél ugye odafújja a port. Nézd, igen, néha ezzel dolgozni kell, akkor vissza kell szedni mondjuk, és át lehet rostálni, át lehet mosni. Néha lehet, hogy 5 évente mondjuk kell egy ilyen folyamatot csinálni. Na bum, nem fogunk igazából belehalni. A magas ágyások, kérlek szépen, én borovi fenyőt választottam, és 7,5 centi vastagok, és 1 méter széles, 2 méter hosszú egy-egy ilyen magas ágyás, és 10 magas ágyás van. Az óalak, amit ugye megformáltunk, annak a hátsó része pedig 2,5 méter hosszú, és ugye így van, elől egy ilyen 1 méteres bejáratunk, és közé egy leandert tettünk be, és az fogott nekünk ékesedni. Na most kérlek szépen, a magas ágyást én úgy csináltam meg, hogy vizes bázisú festékkel lekezeltem kétszer, na most itt rengeteg félét találsz, és tényleg csodaszép, amikor mondjuk ilyen égetéses módszerrel megperzselik a fát, utána nem sok lelakozzák, vagy olajozzák, tényleg nagyon szép. Ma már lehet, hogy úgy csinálnám meg, bár én szerelmese vagyok a diószínnek, úgyhogy én egy diószínű festéket használtam, hát kétszer le lett kezelve. Hát figyelj, a faanyag, én akkoriban vettem ezt talán 95 ezer forint, valami ilyesmi összege, 300 pár ezer forintot fizettem érte, csak a faanyagért, ez már ugye le volt így gyalulva. Én ezt Nyíregyházán vettem, utána nem sokkora rá ez felment ilyen 180 ezerre. Tehát brutális árak lettek, ma nem tudom milyen ára van, tehát 3, valahány köbméter ez a magas ágyáshoz a faanyag, de jó vastagot választottam. Úgyhogy duplán lett így lekezelve, én festettem egyébként, és én állítottam össze a magas ágyásokat, valamelyik részében a sógorom is besegített. Na most az alját a magas ágyásnak, ugye én térkőre tettem rá, lehet, hogy idővel egy picit majd fog is akár süllyedni, de én alvázvédővel kezeltem le. Tehát alvázvédővel le van kezelve, azért ne szívja magába a vizet. Itt is van, aki olajjal kezeli le, van, aki ugye ez az égetéses módszert, és így tovább. Tehát én alvázvédőt használtam, magát a cölöpöt is, ugye ami bele lett ásva a földbe, azt is így kezeltem le, így lényegében jól sérül, büdös életben nem fog vizet kapni.
Most belülre én tófóliát használtam, van ez a, most tudom, dörkenlemez, vagy drénlemez, fel nem tudja pontosan mi a neve, ugye ez, ami mint a tojás tartó, szokták ezt hasonlítani, azt szokták beletenni, én is szerettem volna ilyet, de én akkoriban nem találtam, csak nagy tételben, nem tudtam kicsi mennyiségben vásárolni, így lényegében ezt a formáját elengedtem, és lett bele tófólia, valóban nem tudom, hogy milyen vastag, talán 1 mm-es vagy másfeles, tehát az, ami még jól tudsz hajlítani, tehát semmiképp ne vastag legyen, mert azzal akkor nyüglődni fogsz csak, mire azt szépen beleteszed. Vettem tűzőgépet, ez nagyon fontos, hogy van kézi, jobban mondva nem elektromos és elektromos. Én az elektromost választottam, hát hidd el nekem, hogy lehidalsz, mire azt belövöd azokat a szegeket, vagy hát ilyen kapcsokat. 10 000 forint volt talán obiban megvettem, egy ilyen olcsó, tökéletesen megteszi, és veszel hozzá kapcsokat, és azzal be tudod ezeket kapcsolni. Viszont az alját nem fóliáztam ki, azért kérlek szépen, hogy a föld, ami benne van, ne szűnjön meg a kapcsolat az eredeti talajjal. Amúgy is nagyon jó minőségi nálunk a talaj, tehát nem mindenkinél így van, nálunk így van, tehát nagyon jó minőségi a talaj. És ugye magas ágyást általában olyan helyen szoktak építeni, ahol hát vagy a kényelem miatt, vagy pedig mert rossz a talaj. Így lényegében alulra csak vakondháló került, majd utána a hügel kultúrának megfelelően lett ez megtöltve, tehát ugye faanyag, utána falevél, fűnyesedék, valaki tesz ide rosszabb minőségi földet, és a jó minőségű termőföld, amit például ugye érdemes kihozatni szerintem ilyen, ahogy mi is hozottuk teherautóval, megveszed ilyen 10 000 forintért mondjuk tudsz venni, van amelyik olcsóbb, amelyik ilyen többen a rög, én ilyet vettem, amelyik teljesen morzsalékos, tehát a drágábbikat választottam, és brutál termés van benne. Tehát olyan szintű termést tudsz benne elérni, hogy azt mondom, neked a hülye is tud benne termelni, tehát hülye biztosra van megcsinálva, és nagyon király, tényleg élmény ebbe kertészkedni, mert ha nem is vagyok itthon, azt szerettem volna, hogy a feleségem is ki akarjon menni a kertbe, mert hát én jobban szeretek benne turkálni. Na most ugye itt a faanyag közé kérlek szépen 4 centis távtartókat tettem, tök jó volt, mert a régi térkőben voltak 4 centis térkövek is, úgyhogy lényegében ezek voltak a távtartók, így 4 centis rések ugye maradtak. Ennek az a célja, hogy ha víz kerülne ugye a két fa közé, hogy össze lenne szorulva, akkor is ugye ne kezdjen el lényegében hát tönkre menni ugye nekünk a faanyagunk, és ki tudjon száradni. Hát ugyanez ezt szolgálna belül a drénlemez is. Így lényegében azért a tófólia van benne, szerintem nem lesz az sem problémás. Felmerült a kérdés, hogy szőlő, hova lettek a szőlők? Hát kérlek szépen, a szőlőknek szintén menniük kellett. Elrendezésben annyira nem volt rossz, viszont betegek voltak. Tehát úgy gondolom, el voltak hanyagolva, próbáltuk ott helyrehozni őket, de maga olyan szőlők voltak, amik megint azt gondolom, inkább bornak való szőlőfajták, és egyszerűen sok volt a betegségük. Ugye ma már azért tudsz talán olyan növényeket, amik betegségekre sokkal jobban ellenállóak, illetve ugye olyan, amit te szeretnél. Nagyon szeretem ezeket a nagyszemű szőlőket. Úgyhogy 3 tövet vásároltunk, és ezeket ültettem ugye újra. Ne félj újra kezdeni valamit. Sokszor sokkal jobb, ha lerombolsz valamit, és előről kezded, mert te fogsz benne gyönyörködni. Ugyanez, amit észreveszek embereknél, hogy nem metszenek. Valahogy félnek megvágni a növényeket, és a végén felnyurgulnak. Nézd, itt nézzétek meg az én babérmedgyemet, hogy én ezt kicsi korában megvettem, és így kellene ezt kinézni. Lassabban fog nőni, ez igaz, ez a novita fajta, sokkal lassabban fog nőni, viszont olyan dús lesz, olyan élettel teli, hogy az bármilyen szél fúj, egyszerűen meg sem mozdul. Míg elől, amit vettem, én az obiban vettem előre, és azt hiszem 1 méteresbe árulták, hát fel voltak nyurgulva, de viszont le volt akciózva, talán 5 000 forint volt akkor egy-egy tő, és hát én teljesen a felére visszavágtam. Mert ha sietteted ezeket a növényeket, elnyurgulnak, lebegteti őket a szél, és a végén bánni fogod, hogy olyan ritka, olyan esetlen, olyan nem szép. Ugye, ha fagyalnál szokták ezt elkövetni, még azt hívják, hogy felnő, és utána a tetejét vágják, és a tetej ilyen sűrű. Olyan hülyén is néz ki. Az alja meg át lehet látni így részenként.
Úgyhogy vágjuk becsülettel vissza ezeket, és sokkal jobb lesz szerintem. Adj neki időt, mire ezek megnőnek. A következő ilyen házas videóban fogom nektek folytatni majd ugye a konditermi résszel, az előkerttel, itt az oldalsó résznek a kialakításával, milyen növényeket választottunk. Úgyhogy ezeknek a tapasztalatáiról fogok nektek majd mesélni. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem a következő, szerintem a befejező ilyen házas részből, és akkor így 4 rész lett ebből a házas részből. Jövő héten én megyek a Waberers-szel ki, úgyhogy esforra cél. Waberers-ezünk egyet, Magyarország legnagyobb cége, meglátjuk, hogy mit tud, mit kínál ma, mi ott a felhozata, milyen munkára keresnek embereket, és hogyan várják ma mondjuk a kamionozni vágyókat. Remélhetőre tudunk csinálni kollégákkal riportot, és ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!